Az a helyzet, hogy lekéstem a palánt, az már megint, ugye itt szoktam föntartani a dobozkákat, és hát itt, itt ugye meleg van a szekrény tetején, amúgy is meleg van, és akkor az ember úgy minden nap ránéz, hogy na hát, csírázik már, csírázik már, vagy sem, mert ha csirázik, akkor rögtön le kell innen venni, meg a burát levenni róla, különben marhára megnyurgul, mivel meleg van, ezért ugye iszonyúan nő. Viszont ahhoz, amennyire meleg van, arra nincs elég nagy fény. Na most én tegnap még délelőtt ránéztem arra a kettőre, ami innen már hiányzik, és tegnap még délelőtt nem volt senki kikelve. Hát ma délelőtt megnéztem, és már nem, hogy ki van kelve, de már ötte meg is nyúlt. <laughs> Tehát nagyon, nagyon belehúzott a növekedésbe. Konkrétan ő, ezt látható meg van nyúlva, meg ott a másik is már meg van nyúlva. De ugyanakkor, ha most ezt nem hozom ide a lámpa alá, akkor, akkor még jobban megnyúlnak. Viszont a többi még nem nagyon kelt ki, még itt van valami, ami éppen ki akar kelni. De hogy ilyenkor ez mindig egy probléma, hogy, hogy az ember mit csináljon. A másikban jobb a helyzet, ott sok kelő van egyszerre. Úgyhogy hát itt, ahol már indultak a növények, ott már beköltöztünk ide a lámpa alá. Hát itt is van még egy csomó, ami nem kell. De ilyenkor dönteni kell. Hát azok általában jóval lassabban kelnek utána ki, hiszen itt hűvös van, és ez szándékos. Tehát itt egy picikét hűvösebb van, a, itt az ablak közelében vagyok. Azért tettem alá a dobozokat, mert ha hideg a föld, akkor végképp megáll az egész növekedés. De de ide tettem az ablak alá őket, majd talán meg is tudom mutatni, így. És így nincs akkora meleg, mert minél melegebb van, annál több fény kell nekik. Tehát ha elég nagy a fűtés, akkor olyan gyorsan növekedik, hogy még a palánta nevelő lámpa se elég neki. Úgyhogy ezért aztán, hát valahova ezt be kell lőni ilyen ideális kompromisszumba. Hát itt még nagyon sok nem kelt ki, úgyhogy itt majd meglátjuk, hogy milyen ütemben lesz a kelés, vagy hogyan. Itt azért ez jóval egységesebb és megint lesznek meglepetés palánták, mert elkezdtem most a dobozt beszámozni, amit itt marhára nem láttok, hogy négyes, ötös, meg ilyenek, gyakorlatilag nullától végig vannak a számozások, és én fel is írtam a papírkára ezeket, amit arrébb hogy mik vannak, de addig-addig szervezkedtem, míg után nem folytattam, Hát most már fogalmam sincs, hogy a B és a C az micsoda. Úgyhogy ez megint meglepetés lesz, hogy a B és a C micsoda. csili, de meg nem mondom, hogy milyen. Mert ezek között van itt teljesen vegyesen ültetve mindenféle. Úgyhogy, hát. ja, ez várható. Na, a másik kettő még semmi életjel, úgyhogy azok még ott fönnmaradnak a melegbe. Ide meg mindjárt még varázsolok még egy lámpahelyet, fölakasztom, és akkor ha másik kettő ki kell, akkor bemehetnek ide a, 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 lámpa alá, Jelöl, akkor a növény, tehát a ledes növénynevelő lámpákat használjuk, mert akkor itt a függöny mellett nem tüzeskedek az enyémmel. <laughs> a szava is mindig vigyázni kell, hát, hogy a függönyt arrébb mert az nagy meleget csinál. Egyelőre ezek lesznek most használatban. Aztán majd később, a szét lesz mindenki ültetve, és még nem lehet kivinni az üvegházba, akkor úgyis több lámpa fog kelleni. Úgyhogy akkor szolgálatba helyezzük az enyémet is. Kettő nappal később vagyunk, mint az előző felvételkor, és már egy újabb tálca is kikerült ide. Van ez a megnyurgult, ez tegnap kicsit kidőlt, úgyhogy visszatemettem, majd meglátjuk, de a többiek azok, azok egész szűrhetően vannak. És hát itt van még egy egész tálca, ami tele van növénykékkel. Hát ha lekapcsolom ezt a fényt, szerintem jobban látszódik, igen, leszámítva, hogy ilyenkor meg kevés a fény, de így vannak a palánták, azért ez így szembetűnőbb. És hát ezt is ide hoztam, mert egy-két ilyen kis előbújás van, de el akartam kerülni, hogy ez az egy napig nem nézek rá, és akkor ugye kinőjön, mint az előző mocskosul úgyhogy emiatt, hát ez most lehet, hogy kicsit korán raktam ide, de mindegy, majd lassabban nőnek, de legalább akkor már rögtön fény alatt lesznek. De ez a tálca, ez egész szép. Ez ötös, meg négyes, az pedig, szóval az ötös, meg négyes, ez paradicsom. Tehát ezek itt paradicsomok, ami, ami itt ennyire hatékonyan kibújt. És hát van még egy tálca fönt, ami még semmi, semmi nem történt vele. Úgyhogy alig válik, hogy leköltözzünk ide. És hát ugye itt már kettő darab növénynevelő lámpa van beröffentve, Kicsit előre készülve arra. Még bele lehetett hát volna zsúfolni egy alá, de már előre készültem arra, hogy jön az újabb tálca. Hát itt tartunk most. Február 11-e van. Február 11-2, vagy valami ilyesmi van vasárnapi nap nagyon szép napos idő van, de egyébként hetes darab fok. Egy ilyen minimalista meccést végeztem. De tényleg minimalista, mert tavaly mindent szügig meccettem, úgyhogy idén hát majdnem mindent mondjuk azt egyetéppen, egyet éppen nem, de azzal nem nagyon foglalkozom, de ugye a többit azt eléggé. Szóval idekint 7 fok van, és mivel süt a nap, ezért miközben odakint 7 fok van, a zűek házban bizony, bizony, majdnem 19. Tehát, ha a palánták egy picikét beindulnak, akkor amikor ilyen idő van, akkor ki fogom tudni őket hozni napközben erre. Természetesen, de hát egyelőre reaper Reaperből kettő hajtott ki, a 24-ből, többünkben még semmi hír. A paradicsomok azok nagyon jól állnak, többi az ilyen vegyes. Tehát ez a két véglet, a paradicsomos szinten mind kihajtott, vagy mind kikelt, a, a pedig kettő. Hát itt tartunk ilyen február, február 11-2. Hányadika van az órámon? Nem látszik. Hát az órámon látszik, csak én nem látom ekkorában, de mindegy. Majd meg lehet nézni, a naptárból össze lehet rakni, hogy ilyen tizedike környékén mikor esett vasárnapra. Hányadika is van magus. Megint így gyakadozik az az időben, majd nem lesz úgy, ugye? De ez úgy lesz. Ez El is eltört, sajnos. Előbb, Ma utab, 22 van. Szóval február 22, sajnos egy-kettő már így eltört egy-egy helyen ilyen palántázó. Szóval én így szoktam most idén őket locsolni, ez a módszerem, hogy rakok rohadt sok vizet alá, ráteszem a tálcát, olyan szinten, hogy úszik, tehát szó szerint lebeg. De ez nem tényleg, ez, ez... Nem tényleg sok víz ez? És utána, egy negyed óra után, az alatt hagyom, hogy felszívja, egy negyed óra után Leöntöm alolla, és hát eddig még nem rohadtak ki, úgyhogy 22-ben. Uh -huh. Hát, hát, uh. csónakázik, és akkor utána, majd szépen, szépen, szépen. Leöntöm alóla, és akkor jó lesz. Február 28-a, a hónap utolsó napja, így állnak most a palánták. Hát ebből most annyira sokat nem látok a növénynevelő lámpák fényénél. Mindjárt kikapcsolom a növénynevelő lámpát, és szerintem az sokat fog rajtunk lendíteni. Hát akkor nézzünk körül. Sőt, lehet, hogy én átviszem ezeket inkább valami világosabb helyre. Akkor kezdjük itt a, a sikeresnek mondható produkciókkal, ami eddig nagyon bevált. Ezek gyakorlatilag a paprika palánták ez ugye az az újfajta hibrid. Volt egy ilyen videó, nem olyan rég az idei új lámpákat mutattam, és ott mutattam meg, hogy mit fogok ültetni. A lakókocsiból ment ez a videó, úgyhogy meg lehet nézni, hogy pontosan milyen magok voltak, én már meg nem mondom, de ezek voltak a hibridek, gyakorlatilag kettővel kevesebb mag volt, mint a teljes sor. Ez azt jelenti, hogy egy, kettő, három sor, kettő hiány, de gyakorlatilag itt nem volt mag, tehát az összes kikelt ebből a fajta hibrid paprikából, és a másik fajtából is, ugye a maradékot azt ezzel töltöttem föl, gyakorlatilag mindegyik kikelt, van egy ilyen kis nyomvat közötte, de mondhatod, hogy mindegyik kikelt, tehát a paprikánál egy százszázalékos kerést sikerült elérjünk, lámpa alatt el vannak, nem mondom, hogy egy icipicit nincs megnyugva, de nem vészes. Aztán... A paradicsom. Hát paradicsomból már van egy-kettő, ami nem kelt ki. Egy-kettő... 3, négy... Meg ott a sarkon 5, tehát 24-ből 5 nem kelt ki. Hát itt is aztán iszonyú különbségek vannak, mert vannak ilyen szép nagyok. És még van ilyen kis nyomvattam itt nőget. Sajnos jelen pillanatban még nem állunk úgy, hogy az üvegházba ki lehet nőket napközben vinni. E, fosidők vannak, fosidők vannak. Ráadásul a paradicsomból egyet kettőt majd e, még el is kell ajándékoznom a palántákból. Úgyhogy e, valószínűleg az lesz, hogy itt még fogok utóvetni. Tehát a fokhíjakba fogok még utóvetni paradicsomot, fogok még venni egy zacskóval ebből a magból, és akkor utóvetek, mert ugye paradicsomból idén rengetegre lesz szükségünk, ugye nagyobb mennyiség, remélhetően nagyobb mennyiségű szósz miatt. És akkor az orange Carolina reaper hát itt, 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 van a, a legnagyobb foki jelenleg, kettő nagyon korán kihajtott, ezek láthatóan ilyen óriásiak is, és aztán az összes többi a sokkal később kell életre, Hát itt azért, itt azért bőven van fog ki, lehet, hogy egyszerűbb megszámolni, mi megvan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kelt ki a 24-ből, tehát e Orange Carnival Reaperből is utánvetést fogok csinálni. Szerintem mindjárt meglocsolok, úgyis, mert elég könnyűek már, igen, és akkor, e akkor egyben ültetek is. Hát ugye itt most idén minden be lett számozva. Itt is láthatjátok. Palánták sorai belettek számozgatva. Hát itt lesz probléma, mert itt is beszámoztam nullától. Hát itt ugye már elfogytak az egybetűsek, úgyhogy itt, itt C-ig lett számolva. Itt már hegzába számoltam. De az a helyzet, hogy a papíromon a B-t meg a C-t nem írtam fel. Úgyhogy ott lehet, hogy lesz némi probléma, illetve konkrétan csak a C-vel. De gyanú az van. Szóval, e, hát mik vannak itt? Az e, biztos, hogy ezek azok a fajta csilik, amiket a kedves néző küldött, és ültettem három ilyet, három olyat, hát láthatóan az egyikből kettő kihajtott, és vaszek ez lenne, amelyiknek ugye lila levele lenne, mert ennek eléggé lila van, de ez ebből egy hajtott ki, tehát ebből mindenképp után vetek. Aztán, amit tudok, ezek koktélparadicsomok, tehát ezt is, ezt is tudom, hogy micsoda. Ezzel a sorral van a probléma, tehát ezt nem, hiába nem volt fejlő a C, ebből úgy rájöttem, hogy ez a koktélparadicsomot ültettem ide, tehát ez egyértelmű. Ez egy picit meg van nyúl, ez volt leghamarabb kinőve, szeret megdőlni. Viszont van a B sor, és itt két dologra tippelek, ő küldött egy ilyen e, mini dinnyét is, meg áll áfonyát, ilyen hamis álfonyát, nem itt hogy most pontosan a neve föl van írva, vagy a videóban is elhangzott a borítéken rajta van. A kettő közül valamelyik, de szerintem én azt gondolom, hogy a dinnyét azt én úgy terveztem, hogy a tökkel együtt fogom elültetni, úgyhogy szerintem ez a hamis áfonya lesz. Az az álláfonya lesz, van valamilyen amerikai áfonya, Tényleg most itt nem tudom fejből, de hogy hogy, hogy ez, ezek szerintem azok, hát itt ebből kettőt egybe sikerült ültetni, itt elszóródni. Hát itt is ezt a sort én 70 végigültettem, mert mind a két fele szerintem B. Igen, mind a két fele B. Tehát itt mondhatjuk, hogy a hatból, vagy hogy kettő, négy hatból, igen, hát három, vagyis hát négy kikelt, de igazándiból é, ezeken a fokhiakon nincsen, de azt írt, hogy abból kettő elég, tehát tulajdonképpen, mert így rengeteget terem. Ebből a lila csiliből, ebből még fogok ültetni, mert ebből most egy van jár pillanatban. Hát így áll most a, a palánta, a palánta szezon így február 28-án úgyhogy mindjárt locsolok, a fokhiekban még ültetek, és aztán várom, hogy ki lehessen őket hordani az üvegházba, mert akkor már, hát a paradicsomokat szívem szerint már átültetgetném külön-külön, csak akkor több helyet foglal el, és akkor nem kéne beüzemelnem újabb lámpát. Hát van lámpa, csak hely van kevés, tehát hogy ha lehet, akkor, akkor azért a helyjel gazdálkodok, úgyhogy én reménykedem, hogy most már Március lesz, egyre több napsütés lesz, és akkor kint is lehetnek az üvegházban napközben, és akkor ott kint elnapozgatnak, estére meg behozom őket.